Én magam elsősorban, anélkül, hogy ennek a szónak a jelentőségét túlbecsülném, már magamra alkalmazva, író embernek tartom, aki azt, amit tud, azt, amire törekszik, ami közölni valója van, hát nem élő beszéddel továbbítja azoknak, akiknek szánja, hanem írással, tehát cikkek, tanulmányok vagy könyvek írásával. A másik oldalon persze érdekel a társadalom is, tehát érdekel a politika is, közállapotok Magyarországon és Magyarországon kívül. Tehát ha így akarom, akkor politikai érdeklődésű vagy a társadalom iránt érdeklődő íróembernek tartom magam. Harmadsorban pedig most már retrospektíve, tehát visszatekintve, némileg irodalmi szervezőnek is, mert hiszen hova tovább, 4 évtizede szerkeztek egy folyóiratot, és ebben a munkában igen nagy szerep jut a szervezésnek, tehát lapok, lapszámok megtervezésének, írókkal való érintkezésnek, bizonyos folyamatok elindításának, tehát ha akarom, irodalmi szervezőnek is tekinthetem magam. Az emigrációban nem igazán voltak könyvkiadók, magyar nyelven nem lehetett újságokat alapítani. És 1950-ben alapították meg Borbándi Gyula és néhány barátja, elsősorban a magyar népi mozgalomban érintett írók, szerkesztők, költők, egy Látóhatár című társadalompolitikai, kulturális, irodalmi szemlét. Nagyon ritkaság volt egy ilyen lapalapítás. A Látóhatár 40 év folyamon keresztül havonta, negyedévente, az aktuális anyagi helyzettől függően, 40 éven keresztül krónikása volt a magyar emigrációnak. Minden szerénytelenség nélkül, most ha Borbándi hallaná, akkor hevesen tiltakozna, de a fő szereplője ennek a 40 év folyamnak az Borbándi Gyula volt. Tehát ez a lap ez azért tudott 40 évig az összmagyarság, az összemigráció folyóirata lenni, mert Borbándi Gyula szerkesztette. Lehet ezzel nem egyetérteni ezzel a véleményemmel, de én ezt tartom. És nyilván ezt leghevesebben maga Borbándi Gyula vitatná ezt a nézetet. Mind a mellett, hogy az új látóhatár, új látóhatár egy nagyon határozott és karakteres népi irodalom, népi írók, népi mozgalom, harmadik utas eszmerendszer mellett elkötelezett, tehát végig ez a vonal, ez végig megvan. A legfontosabb szerzői Kovács Imre, Szabó Zoltán, Gombos Gyula, majd később a fiatalok mind a népi mozgalomhoz kapcsolódnak, és ebben az eszmekörben is dolgoznak. Emellett a teljes száműzött magyarságnak fórumot biztosít. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Tuke Rádió, Svobodna Európa. Gosod na Svobodna Bulgária. Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa. A Szabad Európa Rádióval és azzal a lehetőséggel, amelyet kínált, azt tulajdonképpen én életem egy szerencsés fordulatának tekintem, mert ugye a fizikai munkából kikerülni és valamennyire szellemi munkát végezni, tehát olyasmit, amihez az embernek kedve van, amihez valamiféle képességet érez magában, hát ez egy nagy dolog volt. Information from all over the world pours into the newsrooms of Radio Free Europe. In Western Europe, 10 news bureaus keep in touch with the latest developments. In New York, domestic news is sifted. In Munich, a staff of skilled audience research people dig for the facts behind the curtain. Amikor elhunyt, akkor én magyar szabadelvűként búcsúztam el tőle. A magyar feltétlenül hozzátartozik ehhez a liberalizmushoz, tehát ez a nemzeti liberalizmus,
amely a parasztpárt ide, parasztpárt oda, tulajdonképp sokkal régebbi forrásokból táplálkozik, mint maga a parasztpárt. Tehát tulajdonképpen a 19. század második feléig tudhatnánk visszavezetni ennek a türelmes, határozott és érvelése képes és érvelésben megnyilatkozó, kivirágzó liberalizmusnak a történetét, amelynek egyik jelentős képviselője volt Borbándy Gyula.